az érdeklődés középpontja, ugye a magyarországi nyelvismerettel kapcsolatos, de szorosan a munkaerőpiachoz kapcsolódik, tehát nem véletlen, hogy én, mint foglalkoztatásért felelős államtitkár, elsősorban ebben a szegmensben szeretnék rávilágítani ennek a fontosságára és hangsúlyára munkaerőpiaci szempontból. Ugye a magyar kormány eddig is számos olyan intézkedést tett, amely a nyelvismeret elsajátítását segítette, szeretnék néhány elemetet kiemelni, talán emlékeznek a TÁMOP 212-es programjában, ami az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztését tette lehetővé, mintegy 100 000 embernek sikerült vagy nyelvi, vagy informatikai ismereteket szerezni. A mai napig közel 89 000 ember vett részt ezeken a tanfolyamokon, de a általunk hagyományosnak nevezett TÁMOP 112-es, illetve 114-es lábon, tehát a munkaügyi központokon keresztül elérhető támogatások esetében is több mint 5 000 olyan tanfolyam indult az elmúlt időszakban, amelyek kifejezetten nyelvi képzéseket segítettek, illetve még egy dologra hívnám föl a figyelmüket, hogy az új OKJ szerint, az új állam által elismert képzési jegyzék szerint minden 500 óra feletti tanfolyam esetében 60 órás szakmai nyelvismerettel kell gazdagítani, bővíteni a tudását azoknak, akik ilyen tanfolyamon vesznek részt. Ez is újdonság tavaly ősz óta. Ugye, ami a mai sajtótájékoztató gerincét érinti, az a diplomásokra koncentrál elsődlegesen, és a diplomások esetében azt tudom önöknek mondani, megint csak munkaerőpiaci szempontból, hogy ma Magyarországon a 25 év alatti fiatalok esetében a munkanélküliségi ráta az olyan 25-27% körül mozog, attól függően, hogy melyik időszakot vesszük alapul. Ehhez képest a diplomások munkanélküliségi rátája 6% körül mozog. Magyarul az kimondható, kijelenthető, hogy a diplomások munkaerőpiaci szempontból előnyösebb helyzetben vannak, különösen mondjuk az alapfokú iskolai végzettsége, vagy még azzal sem rendelkezőkkel szembe. Fontos tehát a diploma megszerzése. No most, ha mögé nézünk az adatoknak, akkor bizony azt látjuk, én 2014. január 16-ai adatot tudok önöknek mondani, bezárólag adatot. 49.370 fő olyan kvázi diplomás van Magyarországon, akinek azért csücsül a diplomája a tanulmányi osztályokon, egyetemen, főiskolákon, mert nincs meg az ahhoz szükséges nyelvvizsga. Tehát ma Magyarországon közel 50 000 fiatal azért van középfokú végzettséggel nagyjából munkahelyen, vagy még talán ott sem, mindjárt látjuk, hogy nagyon sokan ott sincsenek, mert nincs meg a megfelelő nyelvvizsgája ahhoz, hogy a diplomát megszerezze. Ez egy óriási holttőke, amit aktivizálni kell. Tehát azt tudom önöknek mondani, hogy ez a program egy élesztő, reméljük egy jól működő élesztő, abból a szempontból, hogy ezt a fajta a korábbi időszakban ugye beragadt diplomákat sikerüljön hatékonyan segíteni azokat a fiatalokat, akik ilyen-olyan-amolyan okokból nem szerezték meg a nyelvvizsgát, a diplomához szükséges nyelvvizsgát. Ezek közül egyébként a közel 50 000-ből mintegy 8 000 regisztrált álláskereső van, tehát nagyjából 8 000 diplomás, és itt látnak egy diagramot, ez kifejezetten a regisztrált álláskeresőkre vonatkozik, nem tudom mennyire olvasható, mennyire nem, ami az érdekessége, hogy Borsodobó-Zemplén megye van ott az első helyen, tehát a több mint 1600-an Borsodobó-Zemplén megyében vannak azok közül, akiket érint a regisztrált állások közül ez a probléma. A következő a főváros, Pest, Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun és megyünk tovább. Ezzel csak azt szeretném hangsúlyozni, vagy hangsúlyossá tenni, hogy nagyon sok olyan megye van benne, ami egyébként munkaerőpiaci szempontból hátrányos, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezek a fiatalok diplomával ne a regisztrált álláskeresők táborát gazdagítsák. Konkrétan a programmal kapcsolatban néhány fontos számadatot engedjenek meg. 3 milliárd forint áll összesen rendelkezésre, ez a Nemzeti Foglalkoztatási Alapképzési Alaprészéből származik ez a forrás. Két körös pályázatot fogunk kiírni, az egyik pályázat az a
megfelelő képzőket fogja megkeresni és megtalálni reményeink szerint, a másik lábon pedig nyilván a képzésben résztvevők lesznek majd azok a diplomások, akik ugye szeretnének ebbe a programban részt venni. A kolléga úr elsősorban ugye az OFA részéről, mint végrehajtó, ő a képzési pályázattal kapcsolatban fog majd néhány alap dolgot elmondani, én inkább a másik lábat szeretném összefoglalni, hogy kik azok, akik jelentkezhetnek egyáltalán, és milyen feltétele. Tehát azok pályázhatnak majd, akik nyelvvizsga hiánya miatt nem rendelkeznek diplomával, de államvizsgájukat már teljesítették, hallgatói jogviszonyban már nem állnak, legfeljebb 35 évesek, kivéve a gyes és gyeden lévők, mert ott nincs életkori korlátozás, tehát gyedgyesek esetében nincs életkori korlátozás, magyar állampolgárok, és előnyben részesítjük majd az elbíráláskor azokat, akik regisztrált álláskeresőként bent vannak a rendszerben. Azoknak szeretnénk ezt a diplomamentő programot elsősorban szánni, akik már tettek azért valamit, hogy ne a nulláról induljanak, tehát látszódjon, hogy valamit a korábbi években próbáltak tenni. Ennek megfelelően ugye a tanfolyam úgy fog kinézni, hogy 240 órás tanfolyamot fogunk támogatni. Ez 300 ezer forintot jelent egy ember után támogatásként maximum, tehát 300 ezer forint 240 óra. Ebbe a 240 órába magába foglaltatik a tanfolyam költsége, a tankönyvnek a díja és a vizsgáztatásnak a vizsga díja is, tehát ugye ez gyakorlatilag egy komplex. Ez a regisztrált álláskeresők esetében az első vizsgát, tehát a nyelvvizsgát támogatjuk ingyenes, a többiek esetében azonban a vizsga költségét kérjük, idézőjelben mondva, önerőként. Ez nagyjából olyan 30 ezer forint szokott lenni, ugye középfokú C-típusú nyelvvizsgáról beszélünk. Tehát nyilván, ugye aki egy kicsit is tisztában van vele, 240 óra alatt a nulláról nem lehet középfokú nyelvvizsgát tenni, ezért olyanok jelentkezését várjuk, ahogy az előbb említettem, akik tettek már valamit magukért. Ez azt fogja jelenteni, hogy akik jelentkeznek, őket a nyertes képző cégekhez fogjuk küldeni majd, és a képző cégek fogják megszűrni, és mondják meg, hogy melyik az a limit, az az alsó limit, ami alatt már ők nem tudják bevállalni, melyik az a szint, ami fölött ugye ezeket az embereket meg fogjuk tudni találni, akik potenciális esélyük lehet arra, hogy a diplomájukat megszerezzék. Tehát alapfokú nyelvismeretteken németről és angolról beszélünk, tehát német és angol nyelvek lesznek támogatva. A alapfokú ismeretről beszélünk, de ez nem azt jelenti, hogy alapfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal kell rendelkezni. Jó, tehát nem papírt kérünk, hanem a képző el fogja majd dönteni, ugye, hogy abban a szintben megfelele vagy sem. Ugye, ha valaki nagyjából fejszámolást végez, ez azt jelentheti, hogy durván 10 000 fiatalnak fogunk tudni így segíteni. Ugye összesen majdnem 50 ezeren vannak, ezért mondtam az elején, hogy ez egy élesztő ez a program. Ez a 3 milliárd forint, nyilván szeretnénk, hogyha legjobban hasznosulna, tehát azokon a térségekben, azokon a területeken, azokon a hiányszakmákban adott esetben, ahol ugye leginkább munkaerőpiaci szempontból fontos az, hogy meglegyen a diplomájuk, ezeken a területeken szeretnénk elsősorban segíteni. A program időtartama 2014. március 1-től 2015. augusztus 15-ig tart, tehát időzavarba nem fogunk kerülni, meg azok sem, akiket érdekel ez a program. Nagyjából, ha az ütemezést szeretnénk rögzíteni, akkor azt tudom mondani, hogy az a pályázat, amiről az előbb, vagy a következőben a kolléga úr beszél, ez január végéig ki lesz írva, tehát néhány napon, egy-két héten belül kiírjuk a pályázatot. Két hetet adunk a pályázó képzőcégeknek, hogy a pályázatot benyújtsák. Egy nagyon egyszerű pályázat lesz, tehát nem kell aggódni amiatt, hogy esetleg túl rövid az idő, és emiatt nem fogják tudni majd a pályázatokat benyújtani. Február végén tervezzük a döntést, tehát hogy kik lesznek azok a képzők, akik részt vehetnek ebben a programban. Március elejétől jelentkezhetnek majd a hallgatók. Itt egy olyan internetes felület lesz gyakorlatilag rendelkezésre, hogy otthon leülök a gép elé, és be tudom pötyögni, hogy mikor szeretnék, hol szeretnék, melyik megyében, melyik településen, és mi leszünk majd azok, akik összehozzuk ezeket a potenciális belépőket és a képzőket majd az indítás
nyitáshoz, és reményeink szerint március végétől indulhatnának is, vagy indulnak a képzések.